folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. Jó reggelt kívánunk, 9 óra, 12 percen folytatjuk a Millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Rádion Kántor Endrével. És Mijálovics Andrással. Valamint a hallgatókkal 0-30-20-10-9-09. Hajdegger hírhet sorozatgyilkos volt, aki áldozatait szénabogjában rejtette el, mint ez közismert. Heidegger Martin, tessék rá keresni. Köszönjük szépen. Írja Bér Farkas, köszönjük szépen. 18 igen. Fokkal kapcsolatban tettem fel kérdést a Viber közösségünknek. A Viberen keresétek a Millás reggelit, ott megtaláljátok a szavazást. A szokottnál hűvösebb szeptember miatt már most megtapasztalhattuk, hogy milyen 18 fokban lenni. Megkérdeztem a hallgatókat, hogy ő szerintük milyen. 34% azt mondja, hogy hideg, nekem melegebb kell, nem bírom. 29% azt mondja, hogy hideg, de meg lehet szokni. Tehát ez egész komoly, 30%. 18 fok, az luxus, nálunk nincs annyi. Ez 2% mondja. És a 35% pedig arra szavazott, hogy az a legjobb a vörösboroknak. Úgyhogy nagyon jó. Ők elviccelik, de felajánlottuk a lehetőségét. A hallgatók közül pedig többen emlékeztetnek arra, hogy Indonéziában szerettünk volna útdíjtenderen indulni valami magyar vállalkozás, de aztán nem jött össze a dolog, úgy hírlik. Borneo és Celebes, magyar volt és magyar lesz, hangzott egyszer az ének valami hadigőzösön. De most teljesen mással szeretnénk foglalkozni. Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a látszatolót? Fogalmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a Millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye? Naponta egy alma egészség oltalma, hogyha már Endre itt a celebeszes dologgal jött elő, akkor én is egy régi mondást idéznék, csak lesz-e naponta egy alma? Ez a nagy kérdés. Apáti Ferenccel, a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével fogjuk megvitatni a kérdést. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Lesz elég alma? A hazai fogyasztás fedezi, mert rossz hírek jönnek az ágazatba, és azért vettük elő ezt a témát, mert épp zajlik a szüret. Azt gondolom, hogy heti egy alma biztos, hogy lesz. Napi egy alma, bárcsak ott tartanánk fogyasztásban, hogy napi egy almát elfogyaszt mindenki, az azt jelenteni, hogy egy fő átlagosan évente 40-50 kiló almát eszik meg. Ehhez képest a jelenlegi statisztikák 12-14 kiló per fő per éves fogyasztásnál tartanak. Sokkal jobbat tenne az egészségnek, ha nem heti egy, hanem napi egy almát fogyasztanánk. De amennyi a magyar fogyasztás, arra lesz elegendő hazai alma jelen pillanatban, úgy tűnik. Bár az időjárás, a tavaszi fagyok, a nyári extrém aszály után most kezdi átírni az előzetes várakozásokat, mert most az jelenti a gondot, hogy folyamatosan és állandóan esik az eső ott, ahol a legtöbb almatermőfelület van Magyarországon. Hogy is mondják, hogy a mezőgazdaságban két nagy ellenség van, az egyik az mindig az időjárás. Igen, a másikat meg nem mondjad, de ne politizáljunk. Az az érdekes ebben a helyzetben, hogy egészen riasztó számok jönnek, hogy megfeleződik a termés? Vannak erre nézősbecslések? Igen, alapvetően a szezon előtti prognózisunk az 300-350 ezer tonnáról szólt. Akkor, amikor tavaly 520 ezer tonna almát takarítottunk be, és amikor egy közepes átlagos évben is képesek lennénk 600 ezer tonnát előállítani, de az utolsó jó évben, 2018-ban 800 ezer tonna fölött volt az előállított mennyiség. Tehát valóban idén Magyarországon nagyon kevés almát várunk, és ebbe most már folyamatosan rúg bele az időjárás, mert gyakorlatilag augusztus 20, tehát az almaszüret kezdete óta a szedési napok, a betakarítási napok fele elveszett a folyamatos esőzések miatt itt Kelet-Magyarországon, és ez most már az alma tárolhatóságára, szüretelhetőségre sem jön jól. Tehát még egy ekkora aszály után is, mint amilyen idén volt, van olyan eső, ami már káros tud lenni.
ellenben Európában jó termés van. Tehát ha netán a magyar alma májusban, júniusban már elfogyna a boltok polcairól, akkor az más kérdés, hogy sajnos lesz majd import, ami pótolja a kiesést. De összességében nem festenék fel még ilyen fekete képet. Úgy tűnik, hogy egyelőre nem kell azzal számolnunk, hogy nem lesz elég magyar érkezési almaboltok polcain. Valószínűleg jövő nyár elég bírják majd a készletek. Ahol nagy hiány van, az az ipari alma, de abból a fogyasztó nem érzékel sokat. Egyébként az árakat, hogyha valamiből kevés van, azok felszokott értékelődni, de ugye ezt a lendületet pedig meg szokta akasztani, ha olcsóbb import jön be. Mennyire van esélye az importnak, tekintve az euró forint árfolyamot, illetve mennyire szabadulhatnak el az árak belföldön? Az elmúlt egy hónapban a szület kezdete óta úgy tűnik, hogy az árak stagnálnak, vagy bizonyos mértékben csökkentek. Úgy látszik, hogy a nem akciós almatételek azok a 449 vagy 499 forint körül tartják magukat, de az akciós alma ára az a korábbi nagyjából 3,99-ről most már inkább a 2,99 vagy 3,49-re zuhant. Azért mondok ilyen bonyolult árakat, mert ilyen árakkal szoktak dolgozni az áruházláncok. Tehát az akciós alma ára egy 10-20%-ot zuhant, és a magyar alma 60-80%-a akciókban fogy, ezt látni kell. Ami most ősszel lefelé nyomja az árakat. Éppen ezért én decemberig, januárig áremelkedéssel semmiképp nem számolnék, inkább kismértékben vissza fognak esni a fogyasztói árak, az, hogy a nagyon drága energia miatt és a nyári hőség, illetve aszályban, mint az őszi csapadék okozta potenciális, nagyon jelentős tárolási problémák miatt nagyon sokan nem mernek hosszú távon betárolni. Az energia kifizethetetlen, illetve nagy a kockázata annak, hogy a tárolókban majd ott rohad az alma. Így nagyon sokan megpróbálják már ősszel piacra dobni az almájukat, ami ezekben a hónapokban egy időszakos túlkínálatot jelent, és ez féken tartja a belföldi árakat. Az európai piacon jó termés van, különösen a lengyeleknek, akik a legnagyobb alma exportőrök egész Európában. Amennyit zuhannak az árak, annyit emelni fog rajta az árfolyam változása. Tehát az import árak most nagyjából ugyanazon a szinten vannak, mint a hazai, ami nem csoda, hiszen egy Európai Uniós közös piacon az árak összehúznak. Elképzelhetetlen, hogy valaki kétszer akkora áron értékesít, mint bárki más, mert ha valaki itt tenne, senki nem tőle vásárolna, hanem onnan, ahol olcsóbb alma van. Milyen a termesztési kedve? Ezt azért kérdezem, mert hogy az almatermő terület is megfeleződött. Tehát a rendszerváltáskori almatermő területhez nem is lehet mérni, de az elmúlt években is azért lecsökkent a terület. Tehát a 20 év alatt, ahogy olvastam, majdnem felére. Most ha megint jön ez, hogy nincs termés, nincs bevétel, de kiadások vannak, mert ugye megnő a tárolásnak a költsége például, meg hát nyilván akkor megint itt tartunk, hogy ugye talajerő utánpótlás, növényvédelmi költségek, ugye ezt látjuk, hogy megint csak nem lettek olcsóbbak, munkaerő, nem tudom, hogy van-e, mert ugye málna az lassan eltűnik Magyarországról, mert nincs, aki leszedje, nem tudom, az almát szedő munkásokból van elég, tehát nem túl jók a kilátások. És ez pedig azért gond, hogyha visszaesik az almatermesztési kedv, mert hát mire egy fa termőre fordul, az nem két perc. Az ezelőtt forduló környékén 42 ezer hektár alma ültetvény volt Magyarországon, most 24-nél tartunk, de lehet, hogy majd az idei statisztikai adat közelebb lesz a 20-hoz. Tehát úgy, ahogy ön mondta, megfeleződött. A termelési kedv pedig kifejezetten rossz, kifejezetten aggasztó. Pont ezért, amiket ön felsorolt, hihetetlen mértékben nőttek a termelési költségek, a munkaerő hiány az 10 éve egyidült probléma, és nem tűnik úgy, hogy változik, bárha a következő egy-két évben befékez az építőipar, az szabadít fel majd valamennyi munkaerőt, de folyamatosak a természeti csapások. 2017-18 óta nincs jó évjáratunk, 17-ben komoly fagykárok voltak, 18-ban jó termés volt, de egész Európában azért borzasztóan nyomottak voltak az árak. Azóta folyamatosan minden évben vannak fagykárok, vagy van nagyon jelentős aszály, vagy extrém csapadék, és abba, hogy nincs munkaerő,
akivel a szüretet vagy az egyéb munkákat normálisan elvégezzük, abba, hogy folyamatosak a természeti csapások, most már kezd belefáradni nagyon sok termelő, és most látjuk azt, hogy a következő egy-két évben nagyon sokan fel fognak hagyni a termeléssel. Hangsúlyozni kell, hogy ez sokkal érzékenyebben fogja érinteni az ipari almát, és kevésbé érzékenyen, de azért érzékenyen az étkezési almatermelésünket, és hozzá kell azt is tenni, hogy ezt a tendenciát nem csak Magyarországon, hanem egész Európában látjuk. Az más kérdés, hogy szerintem mi itt Magyarországon élesebben kapunk minden problémát, mert nem vagyunk azon a fejlettségi szinten, és így nehezebb átvészelni minden nehéz időszakot. Hát meg ráadásul egy ilyen korszerű almaültetvénynek a beruházási költsége sem kevés, tehát hogyha valaki korszerűsíteni akar, az most megint ugye beleütközik abba, hogy hát nagyon durvák a kiadások. Tehát az sem megoldás, hogy valaki előre menekül és fejleszt. Egy számot hadd mondjak összehasonlításként. 20-30 évvel ezelőtt a 90-es években tudtunk olyan ültetvényen még versenyképesen almát termelni, mert kegyesebb volt hozzánk az időjárás, mert a piac igényei nem voltak ennyire élesek. Ami hektáronként még mai értéken számítva is, tehát ha ma egy olyan ültetvényt kellene telepíteni, 2-3 millió forintból kijön. Most, amikor folyamatosak a természeti csapások, öntözés nélkül lehetetlen étkezési almát termelni, de szükség van fagyvédelmi technológiákra, mert minden tavasszal most már komoly fagyok vannak, szükség van jéghálóra, mert előbb-utóbb lesz jégverés, és egy olyan ültetvény, ami ma öntözött, fagyvédett, jéghálós, ráadásul, hogy egységes, jó minőségű almát tudjunk termelni a lehető legkevesebb növényvédőszer felhasználásával. Ehhez intézvévő ültetvények kellenek, ahol egy hektáron 3-4 ezer fa van, és nem 600. Egy ilyen ültetvény szemben a 20-30 évvel ezelőtti rendszerű ültetvények 2-3 millió forintos beruházási költségével szemben már 20 millió forint vagy a fölött. Tehát aki ma meg akar újulni, annak 10-szer annyi tőkét kell beletenni a termelésbe, mint 20-30 évvel ezelőtt, és ez sem bírják ki nagyon sokan, ahol öregszenek el az ültetvények, ott egyszerűen nincs tőke megújítani akkor már, amikor csak ilyen drága ültetvényekkel lehet majd versenyképpen tovább menni. Érje a hallgató, hogy Szedd Magad akción vett részt, elkeserítő tapasztalata. Egy hete tart, és alig bírták 2 óra alatt összeszedni az egy láda almát, arról nem is beszél, hogy a minőség is síralmas, írja Csaba hallgató. Mennyire jellemző ez a Szedd Magad akció? Ez mégiscsak egy ilyen direkt piacra dobás, és ugye megoldja a munkaerő gondokat is, meg hát ugye nem kell tárolni. Nincs erre pontos statisztikai adat, de a becslésünk az, hogy Szedd Magad akcióban kerül piacra az étkezési almának 5%-a. Fontos szegmens, egy fontos kultúra, de alapvetően nem innen látjuk el az étkezési alma piacot, már csak azért sem, mert ez nagyjából egy 2 hónapos időszak, szeptember-október, amikor Szedd Magadban lehet almát születelni. Tehát fontos kell a magyar kultúrához, de alapvetően ez a magyar étkezési alma ellátást önmagában nem oldaná meg. Az, hogy olyan ültetvényen volt az úr, aki beírt, ahol talúzni kellett az almát, falusiasan szólva, mert csak imittamot mutatóba volt a fán, és éppen ezért a minősége is rossz. Hát pont azért, mert egy olyan ültetvényen, ahol nagyon kevés alma van, már nem úgy művelik, hiszen nem lesz bevétel, nem lehet ugyanazt a költséget ráfordítani. Itt a gazda úgy tud túlélni, hogyha visszahúzza a költségeket, visszahúzza a ráfordításokat, akkor viszont, ahogy megállapította az úriember, a minőség az, ami nagyon komoly csorbát szenved. Ez az almatermesztésnek, vagy a gyümölcstermesztésnek a több közül az egyik rákfenéje, hogy tök mindegy, hogy fél termésünk, vagy teljes termésünk van, vagy harmad termésünk, egy hektárra gyakorlatilag ugyanannyit kellene fordítanunk, csak nem mindegy, hogy ugyanaz a költség teljes vagy fél termésre esik. Ha nem fordítunk ugyanannyit, akkor a minőség az, ami elúszik, ha ugyanannyit fordítunk, akkor meg az önköltség. Akkor meg a pénzünk. Az utolsó kérdés egy kicsit a jövőt firtatja, és nem az ültetvény telepítések, hanem a termés oldaláról. Mert hogy ez a mostani állapot az ültetvényeknek, ez tovább gyűrűzhet a jövő évre is. Én olvastam olyan prognózisokat, hogy ha minden ideális lesz, akkor sem lesz jó termés, már jövőre is borítékolható ez. Ez miért? Kb. 2 hónappal ezelőtt nyilatkoztam ezt a kisebb port vagy vihart kavaró
megállapítás, tehát azt, hogy már jövőre is borítékolható egy relatíve gyenge term. És ez azért van, mert azok a virágzügyek, amelyekből majd jövő tavasszal nyílik virág és lesz gyümölcs, azok a nyár folyamán differenciálódnak, érnek be. És egy olyan ültetvény, ami nem lát csapadékot 4-5 hónapon keresztül, ellenben 38-40 fokos kánikulának van kitéve, szinte biztos, hogy nem tud elegendő virágrügyet érlelni. Ha egy nagyon picit visszamegyünk az időben, már az idei nagyon gyenge termés is jelentős részben annak köszönhető, hogy a tavaly nyár, a tavaly ősz is aszályos volt, télen is kevés csapadék hullott, ezért idén alig volt virág nagyon sok almaültetvényen, mert a tavaly nyári meleg, aszály és az őszi aszály nem hagyta a virágrügyeket kialakulni. Most ez a folyamat ment tovább, és tartott idén augusztus végéig, ha már tavaly sem bírtok a fát virágrügyet csinálni, akkor azzal az aszályos időjárással, ami idején volt, azt gondolom még annyira se fognak bírni, úgyhogy egy jövő évi gyenge termés bele van kódolva a rendszerbe. Valami nagy csodának kellene történnie, hogy jövőre jó termés legyen. Isten adja, hogy tévedjek, de tartok tőle, hogy jövőre is hasonló számokról fogunk beszélgetni, mint most. Még egy hallgatói kérdés fér bele, mert nagyon rohan az idő. Rászoktak csodálkozni, amikor mi itt interjút készítünk egy termelővel, vagy egy szakmai szervezet vezetőjével az árakon, mert hogy köszönő viszonyban sincsenek a bolti árakkal. Ezzel ellen nem lehet valamit tenni, hiszen a termelőknek is jobban megérni, ha magasabb árakon tudnának értékesíteni, a fogyasztóknak meg alacsonyabban tudnának vásárolni, mert elég nagy a gap a fogyasztói árak meg a termelőknek az árai között. Így van, az az alma, ami most 450-500 forint a boltok polcain, abból a termelőhöz 100-110 forint jut el. Azt tudni kell, hogy egy 500 forintos almából, fogyasztói áron mérve, 110-120 forint csak az áfa, ami a magyar állami. Ezért szoktam mondani, hogy senkinek nincs olyan haszna az almán, vagy a gyümölcsön, mint a magyar államnak. Ennyit senki nem keres az almán egy az egész ellátási láncban. De ezt leszámítva, az ellátási lánc szereplőinél, ha összeadogatjuk, nagyon jelentős költség, illetve profit rakódik rá, mire a termelőtől eljut a boltok polcára az alma. Én azt gondolom, hogy nem a termelőnél van az extra profit, ellenben a termelőnél van a termelés összes kockázata, hiszen a kereskedő csak azt az almát veszi meg, amit sikerült megtermelnünk, amit nem tudtunk megtermelni, az mint a termelő kára. De azt sem kell gondolni, hogy például a hiper és szupermarketek extra profittal dolgoznak, mert akkora a verseny közöttük, hogy abban a versenyben az extra profit nem fér bele. Úgy kell közelíteni, és ebben nehéz igazságot tenni, hogy lehet, hogy egy kis kereskedelmi egységnek egy kiló almára vetítve nincs több haszna, mint a termelőnek. Viszont a kockázatra, a befektetett tőkére, a forgótőke igényre vetítve a kiskereskedelemnek sokkal, de sokkal nagyobb a haszna, mint a termelőnek, hiszen a nagy tőkebefektetés és a nagy kockázat a termelő oldalán áll. Ebben akkor lehetne előre lépni, és ezen akkor lehetne segíteni, ha a termelés sokkal szervezettebb keretek között folyna, tehát mondjuk, ha a magyar étkezési almát 2-3 nagy úgynevezett termelői szervezet, kereskedelmi szervezet értékesíteni, akkor lenne alkupozíciónk a piacon. Így viszont ilyen években, amikor mindenki nagyon gyorsan akar értékesíteni, mint most ősszel is, a kiskereskedelme ezt kihasználja arra, hogy letolja az árakat, ameddig csak lehet, és ennek a kárvallotja a termelő. Tehát én nem annyira a kiskereskedelmet nekézném, amit ekkora haszonnal és ekkora árakkal dolgozik. A termelői összefogás, a termelői szervezettség az, amin javítani kellene, és akkor ez az a gondolkodás vagy mentalitás volt, hogy nem mindig a másik felet ekézzük, hogy rosszat tesz nekünk, hanem egy kicsit önmagunkban is keressük a hibát. Azért, mert a kiskereskedelmi láncok vagy egységek gondolkodásán, üzletpolitikáján nem fogunk tudni változtatni. Csak akkor, ha szervezettségben, közös fellépéssel, közösen értékesítve megyünk velük szembe, különben nincs esélyünk máshogy a piacon. Legyen ez a végszó, mert ez nagyon sok mindent megoldana. Nagyon szépen köszönjük az áttekintést, okosabbak lettünk általa. Köszönöm szépen én is. Minden jót, viszont hallásra. Viszont hallásra. Apáti Ferenccel, a Magyar Zöldség Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökével vitattuk meg, hogy almából se lesz elég, csak nem mindegy mennyiért, meg nem mindegy, hogy jövőre mik a kilátások. Nagyon bonyolult dolgokról van itt szó, reméljük most már azért megértette mindegy, hogy nem csak úgy van, hogy nő az alma a fán, aztán jó van. Leszetem, azt vegyétek.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron agyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli. It's raining so hard. Looks like it's gonna rain all night. And this is the time I'd love to be holding you tight. I guess I'll have to accept the fact that you're not here. I wish tonight would hurry up and end, my dear. It's raining so hard. It's really coming down. Sitting by my window, watching the rain fall to the ground. This is the time I'd love to be holding you tight. I guess I'll just go crazy tonight. It's raining so hard. It brings back memories of the times when you were here with me. Counting every drop, about to blow my top. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mi az IT? Információ technológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát minden csütörtökön 9 után pár perccel, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1. A műsorszám támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Nyrt. Rövid hírek a 90.9 Jazzin. Megkezdi az őszi ülésszakot a parlament. A képviselők három törvényjavaslat vitáját is lefolytatják, melyek szükségesek az Európai Bizottsággal való megegyezéshez. Az országgyűlés a tervek szerint megválasztja a Nemzeti Választási Bizottság 7 tagját és 3 póttagját 9 évre. Emellett két jobbikos politikus, Ander Balázs és Dudás Róbert tesz képviselői esküt. Jelentősen drágultak a használt garzonok Budapesten. Egy év alatt mintegy 25%-kal nőtt az áruk. A téglaépítésű kislakások átlagos négyzetméter ára átlépte az 1